Vida Ferenc, aki már hallotta Nagy Imre perről, annak bizony ismerősen csenghet ez a név. Vida volt az, aki kimondta a halálos ítéletet az 56-os forradalom miniszterelnökére és társaira. 56-os tevékenysége miatt egyébként összesen 20 embert végeztetett ki. A vérbíró haláláig tagadta, hogy az MSZMP vezetői, illetve akár maga Kádár János utasította volna a halálos ítéletek meghozatalára, és ezt most megerősíti abban az interjúban is, amelynek tekercsei közel 20 éven át porosodtak egy fiók mélyén. Vida nem sokkal a halála előtt adott interjút, de rögvest utána le is tiltatta azt. Most önök hallhatják elsőként az egykori vérbíró vallomását. Én nagyon sok embert halálra ítéltem. Nem bosszúból. Én tőlem távol áll a bosszú. Én nem vagyok a halálos ítéleteknek a nagy híve, de a törvényeket tisztelem. Az akkori hatalom az egyik legjobb, idézőjelben téve, az egyik legjobb bírót találta meg, mert ő hithű bolsevik volt. Tehát ő tudta, hogy mit kell csinálni, keveset kellett neki elmondani, hogy mi a teendője. Vida zsebébe ott volt a forgatókönyv. És így hozta az ítéletet. Vida, meg a mosolygó hóhérnek nevezett Borbély a mi tárgyalásunkon minden vallomást, tényt boldogan rögzített, ami segített az előre megszabott ítélet meghozatalában, és mindent figyelmen kívül hagyott, ami ezt akadályozta. A hazánk függetlenségének a védelmében jöttek a szovjet csapatok ide november 4-én, és ennek az országnak a függetlensége semmivé vált volna, hogyha nem jönnek be. Ezt tessék tudomásul venni, kérem, tessék ezt tudomásul venni, és itten tessék az ilyen nyilatkozatoktól tartózkodni. Megértette? A gyakran kontrollálatlan dühkitöréseiről és ordibálásairól elhíresült Vida Ferenc annak idején úgy csöppent a Nagy Imre perbe, mint Pilátus a krédóba. Eredetileg ugyanis Radó Zoltánt nevezték ki a per bírájává, ám annak szívinfarktusa miatt 1958. februárjában meg kellett szakítani a tárgyalást. Radó pervezetési stílusa és Vidáé az több ponton döntően különbözött. Radó pervezetési koncepciója az adott körülmények között lehetséges korrektség elvét követte. Radó mindenkit hagyott beszélni, Radó nem csak szavakban, hanem bizonyos gesztusokban is megpróbálta tartani magát az úgynevezett törvényességhez, betartott formaságokat, és feltételezhető, hogy az ő fejében nem volt kész koncepció arra, hogy itt mit kell csinálni, kik ezek az emberek. Radó Zoltán nem tudta vezetni a tárgyalást. Radóféle tárgyaláson hát nem volt több, mint a vádlottak kihallgatása. A vádlottak vezették a tárgyalást, a Radó pedig futott után. Képtelen volt összefogni az ügyet. Igyekezni fogok tisztázni. A Négybíróság tanácsa senki másért, mint amit elkövetett. Ebben bízom, igen, tisztelt elnök úr. Vida úgy viselkedett, ahogy egy klasszikus sztálinista politikai per bírája viselkedik, tehát átvállalta például a vádló szerepét. Teljes mértékben a bírói pártatlanság elvére mit sem adva, ő azonosult a váddal, és nem lehetett pontosan tudni helyenként, hogy most ki is az ügyész és ki is a bíró. Itt az, hogy mi a tisztességes hang és mi a tiszteletlen hang, én határozom meg. És hogyha ön nem tud rendesen viselkedni, tisztességesen viselkedni, megtanítom. Értse meg végre. Kifejezetten szenvedélyes gyűlölet süt a viselkedéséből és a szavaiból a vádlottak irányába.
rendkívül éles hangon szakítja meg olykor a fejtegetésüket, utasítja rendre őket, vagy egész hosszas, indulatos monológokat vág az arcukba. Ez egy borzasztóan bonyolult ügy volt. Mai fogalmaink szerint egy ilyen pernek a tárgyalása az éveket venne igénybe, sok-sok tucat, esetleg százig elmenő tárgyalási nappal. Itt az volt a feladat, hogy egyetlen hét alatt ezt az egészet végig kellett vinni. Az a hó, kívüli, párton kívüli, tömegekelni, az a hó, a reakció, maga köré tömegíti, a reakció hátrájává. Nem ez volt a lényeg? Nem. Aki rossz hiszemű, aki áruló, aki összejátszik az ellenséggel, és aki nagyon tudatosan és nagyon következetesen harcol a szocializmus ellen, azt halálra kell ítélni. A 20 embert hóhérkézre juttató vérbíró nem állt mindig a hatalom csúcsán. Vida 1942-ben még maga is a vádlottak padján ült, miután bírói karrierjét megelőzően először a cionista, majd azt követően az illegális kommunista mozgalom szószóló harcosa lett. Az akkori ügyész 6 vádlottra kért halált, köztük Vidára és Schönherr Zoltánra. Ám végül csak az utóbbit végezték ki. Margit körút, Katonai Fegyház. 1942. augusztus. A Magyar Szent Korona nevében megnyitom a Honvéd vezérkar főnöke bíróságának főtárgyalását. Schönherr Zoltán, 37 éves elektromérnök. Dr. Vida Ferenc, 31 éves jogász. Ügyében az 1930 évi 3. törvényszék 59. paragrafusának 4. pontjába ütköző hűtlenség büntette miatt. Áttérünk a vádlottak kihallgatására. Dr. Vida Ferenc hatodrendű vádlott. Az én kihallgatásomon is egy ilyen egészen formális kihallgatáson próbáltak nevetségessé tenni. Vádindítvány Schönherr Zoltán és társai ellen. Szövetkeztek arra, hogy a Magyarországgal szemben hadban álló Szovjet-Oroszország megsegítése érdekében a szociáldemokrata pártban és szociáldemokrata szakszervezetekben tömörült munkásságot független, szabad és demokratikus Magyarország jelszavával befolyásuk alá vonva, a tömegben tengelyellenes propagandával és Szovjet-Oroszország győzelmének hangoztatásával az ellenségnek előnyt szerezze. Az életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Vida Ferencet különböző büntetésvégrehajtási intézetekben őrizték, majd végül átadták az SS-nek. Így Vida megjárta a Dachau és a Buchenwaldi koncentrációs táborokat is. Utóbbiból 1945 áprilisában szabadult. 8 évvel később pedig már noha kiemelkedő szakmai sikereket nem ért el, a legfelsőbb bíróság bírájává választották. Én nagyon jól tudom, hogy a magam elsőfokú, rendkívül kevés rutinjával bizonyos, hogy néhány eljárási szabályt megsértettem. Meg vagyok győződve róla, hogy ha jól keresnek, sok minden hibát, hiányosságot találnak az ítéletembe. Ez egy finom megfogalmazás, hogy szakmai hibákat követett el. Én azt gondolom, hogy jogsértések tömkelegét követte el. Jogszerűnek azt gondolom nem nevezhető semmilyen olyan eljárás, ahol a védelem egyetlen egy tanút nem szólíthat a pulpitusra. Az összes tanú, aki megszólal a per folyamán, az egytől egyig a vád tanúja. Közel 30 megidézett tanúra, szembesítésekre, védői kérdésekre, vádbeszédre, és a többi, és a többi, és a többi, mindösszesen 6 napja volt. Feltűnően sietett, ezért Vida erőltetett tempót diktált. A vádlottakat félbeszakította, nem hagyott teret semmiféle álláspont bővebb kifejtésére, és szembeötlően sietett. 8 kommunista elvtársunkat meggyilkolták a legnagyobb barbársággal. Akkor sem változott a véleménye? Az ellenforradalom veszélyét én is láttam. De az eseményeket, az októberi eseményeket nem ellenforradalomnak értékeltem. Tisztelt bíróság,
A lényeget én inkább abban láttam... Miben? Ugyan miben láthatta ön a lényeget, amikor országszerte fasiszta bandák a legválogatottabb kegyetlenséggel gyilkolták a munkásosztály tagjait? Álljon vissza a helyére! Tovább kívánok beszélni. További beszélnek itt nincs helye. Vida nyilvánvalóan mélyen azonosult érzelmileg is a vádakkal. Az ő hangjából, amely egy inkvizítor kínzó kamrájából süvölt szinte, még 50 év után is, őszinte és mély felháborodás, sőt gyűlölet sugárzik. A Pásárhelyi azt mesélte, hogy én asztalt csapkodtam, meg ordítottam. Ebből ez fog sem igaz. Hogyan jön ez ahhoz, hogy bocsánatokért tessék hallgatni, amikor beszélek? Milyen jogszíme van önnek ahhoz, hogy a nyomozó csökkent intelligenciájába hivatkozzon? Itt ön a vádlott, ezt értse meg végre, és itt nem lehet ezen a hangon beszélni. Tessék tisztességes hangon beszélni, mert tud a bíróság komoly, keményebb eszközeket is használni. Én annál undorító dolgot nem tudok elképzelni, mint hogyha valaki fönnül a pulpituson, bíró, tanácsot vezet, és azzal, aki lenn áll a vád terhe alatt, azzal elkezd ordítozni, meg gúnyolódni, meg nem tudom mit csinálni. Hát ennél szörnyű, ennél embertelenebb dolgot el sem tudok képzelni. Tagadta, hogy bármilyen törvénytelenséget követett el, ő azt mondta, hogy ő minden szempontból, jogi szempontból is korrekten járt el. Hát ez messze nem így volt. A Vida indoklás nélkül visszautasított minden védekezésre irányuló indítvány. Tehát amikor a vádlottak, illetve védőik tanúk megidézését szorgalmazták, bizonyos dokumentumok bemutatását indítványozták, akkor Vida ezeknek vagy részlegesen, vagy egyáltalán nem adott helyt. Én ugyancsak törvénysértésként értékelném azt, amikor a vádlottakba, különösen Nagy Imrébe minden alkalommal megpróbálja belefolytani a szót, amikor Nagy Imre tényekről számol be, például arról, hogy a semlegességi nyilatkozat elfogadásakor a döntéshozatalkor Kádár János is jelen volt, és ő is igennel szavazott. Ez például kvázi kihúzatja a jegyzőkönyvből, stb. Stb. Tehát itt nagyon súlyos törvénysértések sorát követték el. Összefüggően elkezdjen szólokolni, erre nincsen volt. Hát bocsánatot kérek, észrevételek az azt jelenti, hogy élem. Gimes Miklós ezt és ezt állítja, én pedig ezt és ezt állítom. Ez az észrevétel. Tehát tessék tartani a tárgyalás enyhéhöz magát. Fennmaradt egy dokumentum különben. A Nagy Imre és társai ügy iratanyaga között egy 1957. szeptemberi szovjet sajtótermékben, ami gyakorlatilag vélelmezhetően a Magyarországon dolgozó szovjet állambiztonságiak összeállításai alapján készült. Ennek az anyagát, ennek a magyar fordítását Vida kézbe kapta, ez a Szovjetunióban a Kommunist című újságnak a szeptemberi számában jelent meg. Ezt Vida nagyon pontosan, nagyon precízen saját maga aláhúzta, megjegyzésekkel látta, tehát ha úgy tetszik, a brevárium már 1957. szeptemberéből a kezében volt. Közelget 89. június 16-a. És dr. Vida Ferenc félt. Attól tartott, hogy megkeresik, és netán felkoncolják. Ezért, amikor a Nagy Imre temetése volt, előtte 3-4 nappal elment vidékre. És megvárta az utáni napokat, a temetés utáni napokat, hogy vajon mi lesz. Nekem sem mondta meg, hogy hova megy. Csak utólag árulta el, hogy lejött a Balatonhoz egyik ismerőséhez. Úgyhogy félt. Vida Ferenc még halála előtt sem bánta megtettét. Vele ellentétben a Nagy Imrére és mártírtársaira halált kérő Szalai József ügyész a rendszerváltás hajnalán, amíg életben maradt Kopácsi Sándor hatodrendű vádlottól bocsánatot kért. Azt írja Kopácsi, hogy őt megkereste Szalai 1989-ben,
és Krisztus nevében, vagy Krisztus zászlaja alatt bocsánatot kért tőle. Azt mondván, hogy mélyen megbánta, amit tett, ő úgy érzi, hogy valóban egy politikai akaratot hajtott végre, és igazságtalan ítéletek születtek a perben. Szalai egy vallási fanatikussá vált a 80-as évek végére, így is halt meg. Vida viszont, ha úgy tetszik, sokkal karakteresebb, sokkal keményebb, sokkal következetesebb álláspontot képviselt, ő nem bánta meg tettét. Nagy Imre, felsőrendi vádlott, bűnös. A népi demokratikus államelnök megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésével elkezdett büntetben, valamint hazárvás büntetében, és ezért ő a népképe a bírósági tanács halálra, valamint teljes vagyonálkozásra ítéli. Én a legtisztább lelkismerettel ítélkeztem. Én nem úgy éreztem és nem úgy gyakoroltam a bírói hivatást, hogy ez hatalom, hanem ez szolgálat. Ma 1989-ben Nagy Imrét halálra ítélni? Ma is elítélem. Az, hogy halálra ítélném-e, azt nem állítom. Nagy Imre kivégzésének 50. évfordulójára jelentette meg az Országos Levéltár azt a CD-t, amely a Nagy Imre per teljes hangfelvételét tartalmazza. Amíg nem hallgattam meg a CD-t, addig azt hittem, hogy csak a filmfelvételek megrázóak. Most már tudom, hogy a hangfelvétel még megdöbbentőbb és még szívbemarkolóbb.